belelkesültem igazából a forgatókönyvtől. És azt tetszett meg benne, hogy ez nagyon igazi akar lenni, meg nagyon, nagyon emberközeli, de az embernek minden szépségével és csúnyaságával, és ez, hát ez így nagyon intenzív, és ezt jó csinálni. Mi nem tűbb pontosan a Móricz regény alapján megyünk, és ez azért egy különös érdekesség, mert ott az első kötetnek van egy adottsága, van egy vége. Újra gondoltuk, még több női karaktert tettünk hozzá, ami Móricznál nincs, de a történelemben van. Újra gomboltuk az egészet, és akkor bepályáztunk vele a Zenefihez még tavaly, és akkor az MTVA az pedig szintén körülbelül akkor döntött úgy, hogy koprodukciós partnerként csatlakozik. Fontos a történelmünknek a bemutatása, a feldolgozása, a magyar sorsnak a most már több mint 1000 éves ismertetése fiatalokkal és idősekkel egyaránt. Ennek a műnek pontosan ez a tartalma, és én azt gondolom, hogy ez a jövőre is ad egy iránymutatást. Ha ez az üzenet ugye megjelenik ebben a sorozatban, már pedig látjuk, hogy meg fog jelenni, majd a többiek is látják természetesen a képernyőn, nekünk ez már egy öröm, tehát látjuk a garanciát erre, úgyhogy ez az elvárásunk a sorozattal kapcsolatban, és úgy látjuk, hogy ez működni fog. Ebben a sorozatban Báthory Gábort játszom, aki Erdély fejedelme, és éppen most vette át a fejedelmi címet. Nagyon kevés hasonlóság van köztünk, mondhatni a szöges ellentétem. Neki sokkal hevesebb a természete, és sokkal erősebb a vérmérséklete, mint nekem. Ez egy politikai hatalmi harc játéka, és szerintem ezekben a történelmi sorozatokban, mivel nem tudunk olyan sorozatot gyártani, ami olyan lenne, mint egy Marvel film, az az izgalmas, hogyha valami karakterközpontú, hogyha valami intim terekben történik, ha a sztorin van a lényeg, és itt a sztorin van a lényeg. Báthory Annát játszom, ő Báthory Gábornak a húga. És nagyon izgalmas karakter, egy coming of age története van, és különböző szakaszait játszom el a sorozatban. Annyira durva volt ez az élet akkoriban. Mi azt hiszük, hogy ezek a fejedelmek, ezek a királyok, ezek nemes lelkű emberek voltak, de nagyon-nagyon gyarló emberek voltak, akik egyébként nagyon sokszor jót akartak a hazának, Erdélynek, Magyarországnak, csak hát sokszor borzasztóan erkölcstelen eszközökkel, és ez nagyon izgalmas nézni. Bár most fóton vagyunk, de alapvetően ez nem egy releváns díszlet ennek a sorozatnak, tehát mi ipari terekben forgatunk, pincerendszerekben forgatunk, a jelmeznek is kialakítottunk egy saját vizualitást, tehát adtunk neki egy olyan vizuális kódot, amivel én azt gondolom, hogy azzal tesszük mi vagánnyá, vagy egy olyan sorozattá, ami így a rajongás tárgya tud lenni a fiataloknak is. Trónokharca szerű elemelt világ ez.